stacionáron. Átvette a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű embereken segítő alapítvány elnöke az adományokat jelképező oklevelet Jakab Istvántól, a Magyar Országgyűlés alelnökétől, illetve a Magyar Gazdagkörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnökétől. Ezt a búzaadományt a magyar gazdáktól gyűjtötte össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programon belül. Mészáros Andrea, az alapítvány elnöke az átadó ünnepségen azt emelte ki, idén nagyobb szükség van az összefogásra és a segítségre, mint valaha. Az általuk elhelyezett 600 megváltozott munkaképességű ember több mint fele vesztette el a munkáját idén, így több száz család került nehéz helyzetbe. Nekik juttatják majd el ezt az 1500 kg lisztet. A Tamási Karitász Egyesület kapta meg a másik 1500 kg lisztet, amit elsősorban nélkülöző több gyermekes családokhoz juttatnak majd el. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt emelte ki, megható, hogy a magyar gazdák akkor is segítenek, amikor nekik sincs könnyű helyzetük. Az időjárási viszontagságok miatt ugyanis a gabona minősége és mennyisége is elmarad az átlagostól. 9,8 tonna búza gyűlt össze, amit a Bonyhádi Gabó Kft.-nek a malmában őrölnek meg, és két adományozott szervezet részére juttatunk el, akik 1500-1500 kg lisztet fognak tudni majd a megfelelő rászoruló családok részére eljuttatni. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által közösen szervezett Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program 10 éve indult. Jakab István, a MAGOSZ elnöke azt emelte ki, ez a program az összefogásról szól. A határon belüli gazdák összefogásából, kárpát-medencei, majd pedig az egész magyarság összefogása lett, hisz ma már a Kárpát-medencében több mint 3000 adakozó van, és közel 500 tonna az a mennyiség, amit ők összeadnak. De a diaszpórából is folyamatosan érkeznek megkeresések. Úgyhogy végül is ez a nemzet összefogásának az egyik pillérévé vált ez a program. 2010-ben 10 tonna, míg 2020-ban közel 1000 tonna gabonát gyűjtöttek össze a gazdák Magyarország területéről, és a Kárpát-medence magyar lakta régióiból a Magyarok Kenyere programon belül.